Köszöntöm nézőinket, Hozam című gazdasági magazinunkat látják. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Apáczai Csere János szakképző iskolája már évtizedek óta képez a posta és a MÁV számára szakembereket. Bár ez idő alatt a szakmai elvárások folyamatosan átalakuláson estek át, a képzőintézmény követte az igényeket. A szakképzési törvény változásának jelentős befolyása lesz a jövőbeni oktatási folyamatokra, ám erre fel vannak készülve Dombóváron. A szakemberek megítélése szerint, bár a MÁV és a posta is átalakuláson megy keresztül, az oktatás követni tudja majd a jövő változásait. Szerintem mindenkinek van egy álma, hogy például rendőr akar lenni, tűzoltó vagy valami, én például mozdonyvezető szeretnék lenni. Balassa Bence álma valószínűleg rövidesen teljesül is. Most még mozdonyszerelőnek tanul, ezt követően gondolkodik a vezetés elsajátításán. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Apáczai Szakképzőiskolájában már a 60-as években képeztek szakembereket a MÁV és a posta számára. Bár a cégek a technológiák átalakulásával fejlődtek, a képzés a lehetőségekhez mérten követte az igényeket. Ha a bemeneti igényeket nézzük, azaz a nyolcadikat végzett gyerekek szempontjából nézzük ezt a kérdést, akkor azt mondom, hogy sajnos nem annyira, mint amennyire a munkaerőpiac igényelni. Valahogy az a központi szerepe ezeknek a képzéseknek csökkent a mi iskolánkban, de még egyszer mondom, csak a bemeneti igények figyelembevételével. Ha a postai, vasúti, rélkargós igényeket nézzük, akkor lenne, nagyon nagy igény lenne a szakemberekre, és mi képesek lennénk több szakembert is képezni, de sajnos a gyerekek szempontjából csökkent az igény. Ezen a területen változnak az elvárások a szakképzés szervezése tekintetében is, mert a új szakképzési törvény, a technikumi rendszer és a duális képzés el fogja várni az iskoláktól és a vállalatoktól is, cégektől, vállalkozóktól is, hogy együttműködés legyen az elméleti és a gyakorlati képzés területén, mert csak így tudunk naprakész tudással rendelkező szakember kibocsátani az iskolából. Csak úgy tudunk jó szakember képezni, hogy az elméleti és a gyakorlati oktatás összhangját megteremtjük, és csak így kerülhet ki naprakész tudással rendelkező szakember tőlünk. Ez az Apáczai postája, illetve az a tanterem, ahol életszerű körülmények között tanulhatják a diákok mindazt, amit egy hivatalban tudni kell. Ám nem ez a legkeresettebb szak, hiszen a legtöbben a logisztika iránt érdeklődnek, és a végzett logisztikusokra meg is van az igény. A posta véleménye szerint a 2006 óta folyó együttműködés rendkívül eredményes. Jó, szoros, eredményes ez a kapcsolat. Mondom ezt azért, mert hogy a tanulók gyakorlata miatt az oktatók, illetve tehát a postai oktatók, illetve az iskolai oktatók, tanárok között folyamatos az információcsere, folyamatos az egyeztetés. Például a tanulók szakmai gyakorlati beosztását egyeztetik a kollégák, jegyeket kapnak a tanulók, gyakorlati jegyeket, amelyet az iskolának megküldünk. Olyan még nem fordult elő a kollégák jelzése szerint, hogy az iskola bármikor azt mondta volna, hogy szerintem nem ilyen gyakorlati jegy kell. Azt gondolom, hogy ez már önmagában megmutatja azt, hogy maximális a bizalom mindkét irányban, és jól működik ez a kapcsolat. Nagyon vegyes az a rendszer, amit mi üzemeltetünk oktatás-képzés területén, tehát a középfokú képzés is, ott van a felsőfokú képzés is, és vannak olyan képzések, amelyeket mi magunk indítunk is a tanfolyamok keretében, amelyeket adott esetben mondjuk a saját kollégáink tartanak, illetve hogyha látunk olyan képzést, amely alkalmas arra, hogy nálunk kiegészítésként az a tudás kell, vagy megjelenjen, akkor beiskolázzuk oda a munkatársainkat. De azt azért tudni kell, hogy minden ilyen képzés, amit a Magyar Posta vállal, legyen az egy ilyen szakmai gyakorlat vagy továbbképzés, az általában mindig szerződéskötéssel kezdődik. Tehát azt a dolgozót, azt a leendő vagy már munkatársat szeretnénk megtartani hosszú távon, hiszen azért investálunk az ő képzésébe és oktatásába. Úgyhogy ezek elég vegyesek, adott esetben igen, akár egy középiskola is adhat ilyen plusz tanfolyamot. Az igazodásnak korlátot szab nyilván az adott képzésnek a központi programja, de az együttműködés lehetőséget biztosít azért arra, hogy ezeket a napi igényeket is figyelembe vegyük, illetve a kint szervezett gyakorlatok során a posta és a vasút nyilván beépíti az új jellegű foglalkoztatási igényeket a képzésbe. A nappali képzés mellett megnőtt a nagyvállalatok részéről az igény a felnőtt oktatásra és a felnőtt képzésre is. A felnőtt oktatás tekintetében gyorsabban tudunk reagálni a vállalati igényekre. Többször szerveztünk már
a mástart számára elektronikai műszerés képzést, amely 2 éves okkájé, de mindezik keretek között 1 év alatt lebonyolítjuk. Most januárban is fogunk egyet indítani. A Rail Cargo Hungária ZRT számára pedig felnőtt képzés keretében kocsivizsgáló oktatást szerveztünk. Szakközi intézményként egyedül az országban, mert ezt hatósági vizsgára készített fel, és a hatósági vizsgát is mi szerveztük. Eredményes volt. Én azt gondolom, hogy a jövő szempontjából ezeket a fajta képzéseket nem lehet figyelmen kívül adni. Az iskola alapképzést biztosít, a szakmai tudás további részét a gyakorlati helyek adják. Ez a tendencia még erősebb lesz az új szakképzési törvény bevezetését követően. Itt a képzés egy alapképzés van csak, és a különböző műhelyekbe pedig az ott speciális képzéseket még meg kell kapni a végzetteknek, és akkor már mindegyik műhelyben más-más tevékenységek folynak. Itt egy nagyon jó alapot kapnak, és erre lehet építkezni. Jövőre én bízom benne, hogy ezek a képzésformák fönnmaradnak, és a megfelelő szakember utánpótlás meg lesz, mert a iskola és a MÁV mindent megtesz azért, hogy a szakember utánpótlás meg legyen. Az előfordulhat, hogy ha valaki már postásként elhelyezkedik, akkor sincs vége a képzésének, hiszen jön egy újabb eszköz, jön egy újabb rendszer, amit kiépít a posta, hiszen folyamatosan a vállalatnak is modernizálni kell a termékeit és szolgáltatásait, de szükség van arra, hogy továbbképzéseket is végeztessünk a kollégákkal. Nagyon nehéz munkaerőket találni a gazdaság több területén is. A modernizálódó igények modernizálódó képzést követelnek meg, és erre az Apácaiban meg is van a fogadókészség. Maga a technikum rendszer szimpatikusabb, mint az eddigi szakgimnáziumi rendszer. Kedvezőbb az érettségi szervezése, a szakmai vizsga szervezése a diákok számára, nem beszélve arra az ösztöndi rendszerről, amiben már 9. évfolyamtól rendelkeznek. Tehát azt gondolom, hogy a diákok számára is érdekesebbé teszi, a vállalatok számára pedig napra készebb információval, szaktudással rendelkező gyerekek kerülnek ki a szakképzésből. Hogy már vonzó lehetőségeket kíván a MÁV is, és a posta is a végzett szakemberek számára. Ez valahogy még a kommunikációban nem jött át a diákok és a szülők oldalára, de ahogy ez érzékelhető lesz, én azt gondolom, hogy megjelenik a bemeneti igények oldaláról is. Postára és a vasúta mindig szükség lesz. De olyan értelemben nem, hogy valaki elvégez egy szakmai jellegű képzést, és az alattudással nyugdíjas koráig megfelel a munkahelyen, naponta, hetente, évente továbbképzéseken kell részt venni, hiszen a vasút és a posta is úgy változik, hogy kívülről azt veszük észre, hogy ég és föld az előző évhez képest. Hát a bent lévők számára meg még nagyobb a változás. Arra kell felkészülni, hogy igen, mindenkinek, aki elhelyezkedik a postán vagy a vasúton, fejleszteni kell a tudását. A MÁV és a posta átalakulás alatt áll. A szolgáltatások és a szolgáltatók sokszínűsége versenyhelyzetet teremtett, mely magasan képzett szakemberek jelenlétét és szükségessé teszi. Mindez az igényekhez igazodó szakképzést követel meg, melyre Gál János véleménye szerint szakmailag és infrastruktúrálisan is felkészült a szakképzési centrum intézménye. Több mint egy évtizede kezdődött az iparterületfejlesztési program Nagymányokon. Ma közel 600 ember dolgozik az ipari parkban letelepedett cégeknél. A terület fejlesztése tovább folytatódik. Most egy utat adtak át, mely a területfejlesztési operatív program 80 millió forintos támogatásából épült meg. Nagymányok önkormányzata sikeresen pályázott a területi operatív programban az iparterület infrastruktúrális fejlesztésének és elérhetőségének előmozdítására. A 80 millió forintos összegből tovább épülhetett az az út, mely könnyebben megközelíthővé teszi a közel 600 embernek megélhetést biztosító övezet gazdasági egységeit, és a tervek szerint végkifejletében közlekedési alternatívát kínál majd, tehermentesítve a városközpontot az ipari fejlődés okozta környezeti terheléstől. Örülök annak, hogy ez a 10 éves város azokat a célokat, amiket ezzel a 10 évvel megfogalmazott, azokat a célokat nagyjából tudta teljesíteni. A célok nagy részét a polgármester úr fogalmazta meg, sokszor a megfogalmazással és a célokban való bízással is egyedül maradt, de kellenek ilyen emberek is, mert ha minden, és mondjam, víziója, hogy alelnök úr mondta, nem is teljesült,
de azért nem baj, hogyha nagy mértéket vagy elképzeléseket állítunk, mert hogyha abból egy kevés is megvalósul, azért ez is egy óriási előrelépés. Az ipari övezet víziója ma már kézzel fogható eredmény, és nagymányok a térség gazdaságában meghatározó tényező. Mindehhez bátorságra és hitre volt szükség, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A város az elmúlt időszakban több mint 1,5 milliárd forint összegben kapott, vagy nyert különböző pályázatokon, és természetesen egyéb más pályázati források még rendelkezésre állnak, illetve újabbakat is nyert ezen kívül. A beruha, vagy a fejlesztések még nem készültek mind el, folyamatban vannak. Ez a mai átadás is bizonyítja azt, hogy meg lehet találni a számításunkat vidéken, és nem csak mindig Budapestben, nagyvárosokban kell gondolkozni, hanem akinek képzettsége van, tehetsége van, az itt is nagyon jól meg tud élni, és a szülőföldjén is tud boldogulni. Úgy gondolom, hogy minta lehet a többiek számára is, akik hasonló környezetben, illetve településen élnek. Egyébként nem egyedülálló, bár az én körzetemben igen, hiszen a legkisebb városról van szó. Én azt gondolom, hogy csak a fejlesztésben lehet mindig gondolkozni, és az előre menekülésbe, és így akkor mindig van jövőnk. Orbán Attila Attolna megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki, hogy a megye a területi operatív program forrásait nagyon jól használta ki, és országosan is élen jár a fejlesztések területén. Modern korban van egy gyorsasági verseny is, és én azt hiszem, hogy ilyen szempontból ők szerencsések, hogy hamar felébredtek, kezdeményeztek, és már elindultak. Biztos, hogy előnyben lesznek azokhoz képest, akik majd ezután fognak valahol ipari parkot létesíteni. Szerintem az ilyen kezdeményezésekre nagy szükség van, és mondjuk nagymányok szempontjából szerintem előny az, hogy még jó idejében elkezdték. Most biztos, hogy át fog sok minden alakulni megyei szinten, hiszen országosan is a legnagyobb magyar beruházásnak nézünk elébe. Én éppen Paksról jövök most, a Telepaksnál beszélgettünk elnök úrral, és az utolsó kérdés az volt, hogy milyen lesz a megye és a paksi beruházásnak a viszonya, és szerintem nagyon sok megyei vállalkozás fog kapcsolódni ehhez a beruházáshoz, és valószínűleg meg kell találjuk azokat a kapcsoló pontokat, hogy az egyes vállalkozások hogyan tudnak erre a fejlesztésre ráépülni, hiszen Paks 2-vel nem csupán csak a megyét, hanem az egész régiót szeretnénk fejleszteni, és azt hisszük, és azt reméljük, és azért dolgozunk, hogy tényleg egy egész regionális, több megyére kiterjedő fejlesztést tudjunk ezáltal elérni, és reméljük, hogy ez dinamizálni fogja azokat a már meglévő vállalkozásokat is, akik már elkezdték itt a termelést, és nagy lehetőségük lesz éppen a beruházás meg a fejlődések által a tevékenységük növeléséhez. A megbízhatóság és az eredményesség hozta az ipari övezet töretlen fejlődését. Ma ott tartunk, hogy egymást vonzák ide a vállalkozások, és lassan megvalósul mindaz, amit egy évtizede megálmodtunk, mondta a település polgármestere. Hát ez egy fontos állomás ennek a fejlesztésnek, ami 12 évvel ezelőtt kezdődött, amikor elhatároztuk, hogy Nagymányokon újra ipar lesz. Itt most egy ilyen 20 és 40 hektár közötti területen vagyunk, ahol eddig gyakorlatilag önkormányzati fejlesztések zajlottak. Ez az első olyan jelentős támogatás, amit kaptunk a fejlesztéshez, ami már nem saját erőből van. Az utat folytattuk, tehát tavaly előtt az első szakaszt megépítette az önkormány a saját erőből, saját kivitelezésbe. Most nyertünk egy kis pénzt, ugye az infrastruktúrális hálózatot, utat, járdát, csatornát, vizet bővíteni kellett, hiszen a hátam mögött lévő területen is építkezés kezdődik a közeljövőbe, tehát muszáj az infrastruktúrákat tovább folytatni. A végcél az az, hogy elérjük a Kismányoki bekötő utat, hogy teljes teherforgalmat a nagymányoki lakott területről ki tudjuk zárni. Ez elengedhetetlen volt a Nagymányok fejlődéséhez, hiszen azért a munkaerő nagy része elment Nagymányokra, mert nem volt hol dolgozni. Most ott tartunk, hogy ha egy órával előbb jött volna a stáb, akkor látom, hogy 6 busz állt bent, és hozta az embereket, vitte az embereket. Tehát
Most kezdünk küszködni a munkaerő hiányal, ami egy jó állapot, én úgy gondolom, hogy ez volt a cél. Még egy eladó területünk van, ami még önkormányzati tulajdonban van, a többi az nem tudom, hogy folytatható-e. Ennek gátja lesz a munkaerő hiány, illetve hát a körülöttünk lévő területek már magántulajdonban vannak, onnan még talán csipkedni lehet néhány hektárt, de igazából én úgy gondolom, ha ez most megtelik élettel mindaz, amit eladtunk, akkor ez a nagymányok életéhez elégséges. Megszűnik január 1-től az EVA, vagyis az egyszerűsített vállalkozói adó. Azok, akik eddig így adóztak, több lehetőség közül is választhatnak. Az EVA-t 2002-ben vezették be, és a kata megjelenéséig nagyon népszerű volt. Azóta, vagyis 2013 óta viszont egyre kevesebb EVA-s vállalkozó volt évről évre. Már csak néhány hetük maradt az egyszerűsített vállalkozói adó közismertebb nevén az EVA szerint adózóknak, hogy átgondolják, hogyan tovább január 1-től. Akkortól ugyanis megszűnik ez az adózási forma. Az EVA-t 2002-ben vezették be, akkor a költségvetésnek évi 40-50 milliárd forint mínuszt okozott a kedvezményes adónem. A kisvállalkozók viszont imádták. Fénykorában, 2006-ban például több mint 99 ezeren adóztak így. Ám a kata 2013-as indítása óta egyre többen hagyták ott az EVA-t. 2019-re már csak 17 ezer vállalkozó élt ezzel a lehetőséggel. Végül a pénzügyminisztérium idén szeptemberben jelentette be, hogy meg is szüntetik. Az eddigi EVA-soknak ezért ez év utolsó napjáig jelezniük kell a NAV felé, hogyan akarnak a jövőben adózni. Az egyéni vállalkozók dönthetnek az egyszerűsített adminisztrációt és adóterhet jelentő kata, vagy pedig az általányadózás mellett. A társas vállalkozási tevékenységet folytatók ugyancsak választhatják a katát, kivéve a KFT-k, és dönthetnek a KIVA, vagy pedig a társasági adó mellett is. A NAV-nál arra is felkészültek, hogy lesznek, akik nem választanak másik adózási formát év végéig. Ők egyéni vállalkozókként automatikusan olyan vállalkozókká válnak majd, akikre a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályok vonatkoznak. Társas vállalkozások esetén pedig a társas vállalkozói szabályok szerint kell adózni. Fontos, hogy az EVA megszűnésével az érintettek egyidejűleg áfa alanyjá is válnak, de dönthetnek arról, hogy számukra megfelelőbb az alanyi áfamentesség, vagy pedig az általános szabályok szerinti adózási módot választják. Ez azért is fontos, mert január 1-től már ennek alapján kell kiállítaniuk számláikat. Alanyi áfamentességet csak akkor lehet választani korábbi EVA-sként, ha a várható bevétel egy év alatt nem haladja majd meg a 12 millió forintot. Az alanyi áfamentesség igényét 2020. január 15-éig kell az adóhatóság felé jelezni. A NAV szakemberei egyébként már elkezdték felkészíteni az EVA-sokat a változásra. Tolna megyében is tartottak kifejezetten ebben a témában tájékoztató előadásokat. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatósága két alkalommal tartott már adózói fórumot november végén az érintett jelenleg még EVA-s adózóknak, azért, hogy könnyebben el tudják dönteni, segítséget nyújtsunk abban, hogy az EVA helyett milyen adózási módot fognak választani. Az adózási módokról a részletes információ, valamint a választás segítő kalkulátor megtalálható a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján, de egyébként a döntésben segítséget lehet kérni a NAV infovonalán is, a 1819-es telefonszámon, valamint az ügyfél azonosító számmal hívható 0680 2021 22-es telefonszámon. Az EVA-s vállalkozóknak tehát érdemes már most elkezdeni átnézni a szóba jöhető adózási lehetőségeket, ahhoz, hogy a vállalkozásuk számára legkedvezőbb módon tudjanak 2020-tól váltani. Eddig 35 milliárd forint beruházási támogatást ítéltek meg a borászatoknak a vidékfejlesztési programban. Magazinunkban most azt vesszük sorra, milyen támogatásokat vehettek igénybe a gazdák, és milyen feltételeknek kellett megfelelniük. Eddig 35 milliárd forint beruházási támogatást ítéltek meg a borászatoknak a vidékfejlesztési programban, jelentette ki Nagy István agrárminiszter egy bormester találkozón. De nézzük meg közelebbről, hogy milyen típusú támogatásokat vehettek igénybe a szőlészetek, borászatok, és milyen feltételeknek kell megfelelniük, milyen dokumentációt kell bemutatniuk a gazdálkodóknak egy ellenőrzés során. A területalapú támogatás az alap, az szőlészeteknek is jár, természetesen jár ez a szántóföldi gazdálkodóknak, gyepeken, egyéb ültetvényeken gazdálkodóknak is. Ennek az alapösszege a zöldítés kiegészítéssel együtt 75 ezer forint körülire tehető idei évben, már 2019-ben. Ezt is mindig utólag kapják meg, tehát a következő évben valamennyi előleget most utaltak már, és a következő év nyaráig kapják meg a végső kifizetéseket a gazdálkodók.
A szőlőtermesztők emellett az agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetésekre is pályázhattak. 2015-ben és 2016-ban lehetett beadni a pályázatokat. Aki nyert, egy 5 éves ciklusban igényelheti a támogatást. Vállalásoktól függően euróban van meghatározva az összeg, de ez nagyjából olyan 200-220 ezer forint lehet a maximum a hektáronként, amit kaphat egy szőlőültetvénnyel rendelkező gazdálkodó. Itt ő válogatta ki, hogy mi az a vállalás, amit ő hajlandó teljesíteni a támogatásért. Többféle dolog, egyrészt a tápanyag utánpótlásban voltak kötelezettségeik és vállalásaik, talajvizsgálatot, bővített talajvizsgálatot kellett végezni, levélanalízist, talajtani szakértőt alkalmazni, és ez alapján egy jogszerű tápanyag utánpótlást végezni, erózióvédelembe gyepesítést, tehát a sorokat füvesíteni kellett. Növényvédelemben nagyon komoly vállalásaik lehettek, őnekik kötelező volt bizonyos hatóanyagokat mellőzni, tehát csak a környezetre kevésbé veszélyes növényvédőszereket alkalmazhatták, természetesen növényvédelmi szakértőt is kellett alkalmazni, tehát ez is egy plusz többletköltség mindenképpen. Madárvédelemre és ízeltlábú védelemre is elég sok mindent kellett fordítani, madárodukat kellett kihelyezni, ízeltlábú búvóhelyeket készíteni, és a gyepes talajfelszín esetén kaszálási korlátozás is volt, bizonyos ideig nem lehet kaszálni, hogy ott a különböző élőlények nyugodtan tudjanak élni a sorok között. Egy másik lehetőségre is volt módjuk, amivel a borászati üzemüket, a borászati termék előállítást fejleszthették, korszerűsíthették. Itt az üzemre és az abban levő gépek, eszközök beszerzésére lehetett pályázni. Ez egy utófinanszírozott pályázat. Zömében a beszerzési összeg felét kapták meg általában a gazdák. Itt is pontozási szempontok voltak, és hát különböző egyéb dolgokra pályázhatott a maga a borászat mellett. A borászati üzem mellett energiahatékonyság fejlesztésére, tehát hogy minél kevesebb energiát használjon föl, környezetterhelés, tehát környezetszennyezés csökkentésére, és megújuló energiaforrások használatára. Zömébe ezért betettek napelemeket, különböző hőszivattyús rendszereket az energiaellátáshoz. Egy ehhez hasonló pályázat volt még a mezőgazdasági termékek értéknövelése. Itt a borászatok csak úgy, mint mellékágon voltak benne, itt ez alapvetően az élelmiszeripari üzemeknek volt kiírva, de amennyiben az adott telephelyre egy borászat nem pályázott még az előző borászati fejlesztésben, akkor itt is beadhatta a borászati fejlesztéseit. Hasonló feltételek voltak, mint az előzően elmondott pályázatban. És még nincs vége. Ha a gazdálkodó úgy döntött, hogy borszőlő ültetvényt telepítene, vagy meglévő ültetvényét korszerűsíteni, arra is kaphatott támogatást. Itt két szőlőtelepítési pályázatról is szó volt az elmúlt időszakban. Az egyik még most is megvan nyitva, most december 15-tel lesz egy bírálati határideje. Ez a vidékfejlesztési programon belüli borszőlőültetvénytelepítés. Itt az új borszőlő ültetvények telepítésére lehet pályázni változó intenzitással, de itt is körülbelül ez az 50% fiatalok vagy kollektív projektek esetében plusz 10% támogatási összeggel. Itt olyan területekre telepít valaki borszőlő ültetvényt, ahol eddig nem volt szőlő, akkor pályázhat. A másik pedig, ami már kifutott, egy szerkezetátalakítási támogatás, itt a meglévő ültetvényét tudta felújítani, akár támrendszerbe, akár fajta cserével, tehát kivágta és teljesen új ültetvényt telepített, akár arra is volt lehetőség, hogy adott szőlőterületet kivágjon, és helyette máshol jobb fekvésű területen telepítsen szőlőültetvényt. 2020-ban is megnyílik a lehetőség a különböző fejlesztésekre a borászatok számára. A kormány a magyar borok értékesítését például 3,5 milliárd forint forráskeretű promóciós program indításával segíti. A pályázati időszak 2020 márciusában kezdődik, és várhatóan április végéig tart majd. Ennyi fért mai magazinunkba, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!